Sziasztok! A mai videóban a leghosszabb életű állatokat keressük a Földön. Megvizsgáljuk, milyen hosszú ideig élhetnek a legkitartóbbak. Viszonyításképpen nézzük meg, mi emberek milyen életkorra számíthatunk életünk során. Nos, a hivatalos statisztikai adatok alapján egy Magyarországon élő ember átlagosan 76 évet fog élni. A világ legidősebb emberének is csak 122 évet sikerült életben maradni. Ő egyébként Jean Calment volt, egy francia hölgy, aki 1875-ben született és 1997-ben halt meg. Most térjünk vissza az állatokhoz, pontosabban a gránátos sigérhez. Ez a tengeri halacska a hideg vízben érzi jól magát, egész pontosan a 3 fokos fagyos vízben lubickol 1500 méteres mélységben. A legnagyobb példányai 75 cm-re nőnek, és nagyjából 7 kg a testsúlyuk. Várható élettartalmuk pedig megközelíti a 130 évet. Az amerikai homár Észak-Amerikában, az Atlanti-óceán vizeiben éldegél. Ők tartoznak a legnagyobb rákfélék csoportjába. Testméretük eléri a 65 cm-t, és a testsúlyuk akár 20 kg is lehet. Mivel az egész világon közkedvelt, mint étel, így nagyon kevés példánya élheti meg a maximálisan várható 140 évet. A galapagoszi óriás teknő szintén az óceán vizeit kedveli, de ő már Dél-Amerika partjainál tengeti az életét. Egyébként ő a legnagyobb szárazföldi teknősfaj. Test tömege elérheti a 400 kilót, a hossza pedig 187 cm is lehet. Ezt az irdatlan nehéz testet nem könnyű mozgatni. Teknősünk maximális sebessége mindösszesen 0,2 km/h. Viszont akár 150 évet is vígan megél. A következő állatunk a vörös tengeri sün. Ez a fajta tengeri sün a csendes óceán sziklás partszakaszait szereti és kerüli a nagyon hullámos helyeket. Az állatunkat szúrós tüskék borítják, melyek megvédik, miközben az óceán felekén bandukol. Nagyon lassan öregszenek, egyes példányok akár 200 évig is elélnek. A grönlandi bálna a következő hosszú életű állatunk. Ő egy igazi nehéz bombázó. A grönlandi bálna ugyanis 150 tonnára hízik és átlagosan 17 méter hosszú. Egész életét földünk északi hideg tengerében éli, lassan úszkálva. Sebességük ritkán haladja meg a 10 km/h. Ha élelemkutatás miatt alámerülnek, képesek 30 percet is a mélyben tölteni. De mivel ők is tüdővel lélegeznek, ezután bizony újra felszínre kell jönniük egy jó adag levegője. A grönlandi bálna a leghosszabb ideig élő emlős, akár 220 évig is élhet. A koi ponty egy Japánba háziasított ponyfajta, amit igazából étkezési célból kezdtek el tenyészteni. A koinak számos változata létezik, amelyek eltérnek színezetükben, méretükben és mintázatukban. Ezek a színes pontyfélék megnőhetnek 1 méter hosszúra és nagyjából 5 kilóra. Átlagos esetben 60 évig élhetnek, de egy élénkvörös koi, Hanako, tudományos kutatások szerint 228 évesnek bizonyult. A most következő állatunk már megint csak a jéghideg vizet kedveli. A grönlandi cápa ugyanis észak-amerikai mély vizeikben úszkál, egész pontosan a felszín és 2000 méter mélyen a víz alatt. Testmérete meghaladhatja a 6,5 méter, súlya pedig a legnagyobb kifogott példánynak 730 kg volt. Kutatások szerint ivar érettségét csak 150 éves korára éri el, addig csak álmodozhat a szerelem beteljesüléséről. Nyugodt természetű, lassan mozgó cápafaj. Ehhez mérten sikerül neki megélni nagyjából 350 évet. A sellőkagyló egy ehető kagylófaj, amely az Atlanti-óceán északi részében őshonos. Az egyik leghosszabb életű állat a Földön. 2007-ben Izland közelében fedeztek fel egy egyedet, amelynek korát 450 évre becsülték. De 200 évnél idősebb egyedeit megtalálták már az Ír-tengerben is. Amennyiben nem halásszák ki őket, meglehetősen sokáig elérdegélnek a tengerfenekén. És már meg is érkeztünk a leghosszabb életű állathoz, aki nem más, mint a halhatatlan medúza. Ez a parányi élőlény, aki mindösszesen 4,5 mm, gyakorlatilag örök életű. A titka annyiban áll, hogy képes a testét egy előző fejlettségi állapotban visszaállítani.
Ha stressz éri, megsérül, megbetegszik vagy megöregszik, egyszerűen visszafiatalodik egy korábbi életszakaszába, hogy onnan újra kezdje az életét. Ezt a ciklust a végtelenségig tudja fenntartani, így képes az örök életre. Nos, ők voltak a leghosszabb életű állatok. Szerintetek az emberiség képes lesz valaha az örök életre? Válaszaitokat írjátok meg kommentbe. Hamarosan újra jelentkezem, addig is sziasztok!